Három kisfia kalandjait, csibészségeit, csatározásait és megbékéléseit vetette papírra Varró Dániel költő. Ebből született meg egy különleges apanapló, mely az Aki szépen butáskodik címet kapta. A kötetet június 8-án mutatták be a Jókaimor városi könyvtárban. Varró Dánielnek korábban a Nőklapjában jelent meg sorozata a gyermekeiről, az apává válásról. A feljegyzésekből született ez a válogatás. Az első három év egy rendkívül izgalmas időszak, ahogy a gyerekek rácsodálkoznak a világra. Ezekből az évekből szinte semmilyen élményünk sincs, ezért a költő apuka már korábban elhatározta, hogy feljegyzi a mindennapok történéseit. Nagy igazságot lát abban, hogy a gyerekek azért érkeznek a világra, hogy tanítsák a szüleiket. Én tényleg ilyen nagy csodálattal nézem azt, hogy ők így hogy boldogulnak a világban, és nagyon sok minden van, amit érdemes volna tőlük ellesni, például mondjuk a kudarckezelésük az engem lenyűgöz, hogy például amikor járni tanulnak, és akkor ugye fél percenként elesnek, és akkor ők ugye mindent ilyen nagy tragédiaként élnek meg, és tényleg nagyon sírnak, és nagyon elkeserednek, de aztán egy picit sírnak, és aztán újra mennek tovább, és újra, és abszolút nem csüggednek. Ez például szerintem egy ilyen csodálatos dolog, amit jó lenne felnőttként is elsajátítani, vagy az, hogy mennyire határozottan tudják azt, hogy mit akarnak, nagyon határozottan tudnak nemet mondani, akkor is tudják, hogy mit akarnak, amikor pont mondjuk ezek az érzelmek ilyen nagyon eluralkodnak, és akkor sokszor mondjuk nagyon rapliznak, vagy nem is lehet nagyon tudni, hogy szülőként, én most nem tudom, hogy most se nem szomjas, se nem éhes, nem fáj semmi, akkor mégis miért sír, és akkor a legnagyobb rapli közepén is meg tudják mondani, hogy ők most azt szeretnék, hogy nem tudom, vegyen föl őket és vigasztalja meg, vagy nem tudom, ami számomra nagyon megható, és ebbe is így belegondoltam, hogy mondjuk nagyon sokszor felnőttként az ember, amikor ilyen ingerült, rosszkedvű undok, akkor igazából sokszor csak egy ölelésre volna szüksége, de ugye ez nagyon nehéz így felnőttként kimondani. Vannak még ilyen apró félreértések. Ugyanember a képes könyvben van egy virág is, mutattuk Misinek, hogy ezt meg kell szagolni. A szemközti oldalon viszont egy tehén van, és mivel ezek így összetartoznak a könyvben, azt is mindig megszagolta. Ez odáig fajult, hogy mikor egy másik könyvben látott egy másik tehenet, megszagolta azt is. És ettől sem lehet eltántorítani, sőt, csak rontottam a helyzetem, mikor az orromat befogva és a kezemmel legyezgetve fújt mondtam a tehére, hogy az nem jó szagú. Ez annyira szórakoztatta Misit, hogy azóta pláne megszagol minden tehenet. Szóval vannak még Misi ismeretein apró finomítani való, de a könyvek megszerettetésével úgy tűnik, nem lesz gond. Varró Dániel versesmesék szerzője is, a szereplőket pedig gyakran gyermekei ihletik. Amiket most írok, ami a következő könyvem lesz ősszel, a Szomjas Troll, az lesz a címe, és ilyen versesmesék, ilyen északi skandináv, vagy ilyen kicsit ilyen fantazíba hajló versesmesék lesznek bennük, és hát mindegyiket a gyerekeimről mintázom, és nagyon benne lesz a személyiségük, a világlátásuk, az, hogy és esetleg egy-egy ilyen fordulat, vagy az eszük járása, például van benne egy Kis hablegény című mese, ami ugye a legkisebb kisfiamról szól, aki nyilván a testvéreihez próbál hasonlítani, meg utánozni őket, de még túl kicsi hozzá, tehát mondjuk ezt a részét. A középső kisfiamról egy kíváncsi törpét mintáztam, aki annyira kíváncsi, hogy ott szétszerelgeti az alkatrészeket, aztán nem tudja összerakni, meg mindenkinek lukat beszél a hasába, tehát abszolút ők ihletik ezeket a meséket is, és hát rajtuk is tesztelem, hogy mennyire működik ennek a korosztálynak, akinek szánom. A verses mesegyűjtemény szeptemberben jelenik meg. A Csütörtök a kis ördög című több rövid részből álló verses mesét pedig először diafilmen tekintheti meg a közönség, szintén szeptemberben. Majd tavasszal olvashatják az érdeklődők képes könyv formájában.